Jó reggelt kívánok, ez a Csendes Percek. Ezen a héten én fogok néhány percben buzdítani, bátorítani. Bartimaus történetét választottam. Ennek a bevezető igéi így hangzanak Márk 10.46-tól, Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vakkoldus, Bartímeus, a Tímeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az így kiáltott fel, Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam.” Azt hiszem, hogy mindannyiunk életében lehetnek olyan helyzetek, ha talán nem is annyira durva, mint Bartimeuséban, hogy valahol beakad az életünk. Ez az ember is korábban látott, korábban munkát vállalhatott, aztán valamilyen oknál fogva elvesztette a látását, elvesztette a munkáját, és vakon, koldulásból kellett tengetnie az életét. Valahol beakadt az élete, ami egyébként jól indult. És én azt gondolom, hogy sokunk életében lehetnek ilyen időszakok, amikor valahol valami megakad az életünkben. Annak idején én a negyedik emeleten nőttem fel, és a liftünk sajnos sokszor elromlott. És ez nem lett volna baj, hogyha éppen mondjuk nem utazok éppen benne. Sokszor volt, hogy megállt már a földszint meg a félem első emelet között, vagy éppen a harmadik, negyedik emelet között, de igazán nem voltam egyáltalán büszke arra, hogyha magasabb szinten akadtam be, mint esetleg két nappal korábban, mert ugyanúgy fogoly voltam, ugyanúgy beszorított helyzetbe voltam. Én azt gondolom, hogy egyikünket se vigasztal, az, az, hogyha akár keresztény életünknek az elején beakad, vagy esetleg később már magasabb szinten de beakad az életünk, a helyzet ugyanazt jelenti. Amikor megnősültem, szüleimnél laktunk egy szobában, ahova egy keskeny ajtón keresztül tudtunk bemenni és sokszor, mikor ott átpréseltem magam, egy a ami a nadrágomat tartotta, beakadt a kilincsbe is. Sokszor úgy néztem ki, mint egy kihúzott csúzli. Dönthettem, hogy ott megállok, ott maradok, vagy megpróbálom eltépni, vagy éppen, hogy visszamegyek, sehol beakadt, ott kiakasztom. És azt gondolom, hogy mindannyiunk életében ez fontos, hogy tudjuk megtalálni azt, hogy hol akad be, és legyünk azon, hogy hogy vágyjunk arra, hogy az életünk, a beakadt életünk, helyzetünk, az tudjon megváltozni. Bartimeus kivágyott ebből a beakadt állapotából. És amikor hallotta, hogy Jézus az, aki ott megy el, elkezdett kiabálni, hogy Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam. Nem akart megmaradni ebben a beakadt vakságban, beakadt koldus állapotban, hanem kivágyott belőle. És ez, ahogyan vágyott ebből, ki, ez megindította Jézus szívét arra, hogy könyörüljön ezen az emberen. És ahogy ez az ember kiáltott, ezzel, mint egy a megoldást Jézus által behívta az életébe. És ez a Jézus aztán, ahol beakadt, kiakasztotta, és egy új lehetőséget kapott ez az ember Jézus Krisztus által. És én kívánom azt, hogy mindannyian, akiknek az élete valahol beakad, a családban, a keresztény életében, szellemi területen, az Istennel való kapcsolatában. Keresd meg azokat a pontokat, ahol elvesztetted azt az élő kapcsolatot, és te is szólj, mint ahogy Bartímeus, hogy Dávid fia Jézus könyörülj rajtam, és ő az a Jézus, aki megkönyörül rajtunk, az a Jézus, aki segít kiakasztani, és segít tovább lépni nekünk, hogy aztán az életünk ott folytatódjék, ahol megálltunk, vagy éppen az ő helyreállító kegyelme által sokkal magasabb szinten tudjuk tovább folytatni. Kívánom ezt mindenkinek, hogy hívd segítségül Jézus nevét, ő a szabadító, ő tud téged is, ahogy Bartímeust, helyreállítani. Kívánom Istennek ezt a kegyelmét. Ádott és győzelmes napot kívánok.